A Kaposvár elleni győzelemmel zárta az alapszakaszt az atomerőmű ESE férfi kosárcsapata. A találkozó szoros párharcot hozott. Az első negyedben 5 pontos előnyre tettek szert a hazaiak, ekkora a paksiak 27 találatából 18-at Loránd Péter szerzett. A második etapban kevés atomos pont esett, a 16. percben át is vették a vezetést a vendégek, melyet meg is tartottak a nagy szünetig. Ekkor 47-41 volt a Kaposvárnak. A harmadik negyedben láthatáron belül tudott maradni a Paks, de megmaradt a KK előnye. A záró etapban Kovács triplával indított, ezzel kiegyenlített az ASE, majd a vezetést is átvette, melyet nem is engedett már ki a kezéből. A végeredmény atomerőmű ESE Kaposvár 79-73. Ezt is szeretnék gratulálni a csapatnak, nagyon büszke vagyok a fiúkra, hogy a csapat nagy része covidos, a többi része sérült. Egész héten 6 vagy 7 emberrel edzettünk. Örülök a fiatal játékosoknak is, mert jól szálltak be, és tényleg nem hittem volna a meccs előtt, hogy tudunk nyerni, mert a Kaposvár egy hihetetlen jó formában lévő csapat. Ugye az elmúlt 9 meccsből Szolnokon kaptak ki meg az Albától, és örülök, hogy győzelemmel zártuk az alapszakaszt. Hajtós kemény meccs volt, ide-oda ment az eredmény, örülök, hogy a végén meg tudtuk fordítani, és úgy gondolom, hogy egy ennyire úgymond megtizedelt csapattal nagy győzelmet arattunk. Loránd Péter 35 pontot dobott a Kaposvárnak, hetek óta extra teljesítményt nyújt, melyre szerényen csak ennyit mondott, örülök, hogy jól megy. Zunics Branislav vezetőedző a találkozó után eképpen nyilatkozott. Minden elismerésem a játékosoké, az utolsó 3 hétben nagyjából csak egyéni edzéseket tudtunk tartani. Egy nagyon jó Kaposvár ellen nyertünk, megérdemelten. Ezzel véget ért az alapszakasz, melyet a Szolnok nyert, az ASE a 6. helyen zárt. A bajnokság a rájátszással április közepén folytatódik, az atomosok ellenfele a párharcban az alapszakasz 3. helyén végzett Szeged lesz.